Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit! A Lectio Divina Eucharistica sorozat utolsó állomásához érkeztünk. A mai nap a zsidó levélből fogunk egy részletet tanulmányozni. Mégpedig a 9. fejezet 11. versétől a 28. versig. A Lectio Divina a Szentírás imádságos olvasása, ahogy tanulmányozzuk a szentírási szakaszt. Fontos, hogy kezdjük imádsággal, hívjuk a Szent Lelket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mennyi Atyánk, áldunk Téged, Jézus nevében kérünk, küldd el Szent Lelkedet. Szűz Mária béke királynője, Szent József és Szent Jeromos, könyörögjetek érettünk. Ezt követően felolvasom a szentírási szakaszt, mégpedig, ahogy említettem, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. versétől a 28. versekig. Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem e világból való. Nem is bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentek szentjébe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva a tisztátalonokra hintve megszenteli őket, úgyhogy külsőleg megtisztulnak, mennyivel inkább tisztítja meg lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök lélek által önmagát ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért új szövetség közvetítője ő, melyben a meghívottak a megígért örökké tartó örökségben részesülnek. Előbb azonban az előző szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált. Ahol ugyanis végrendelet van, előbb meg kell halnia a végrendelkezőnek, mert a végrendelet csak halál esetén jogerős, és nem érvényes addig, amíg él a végrendelkező. Ezért az első szövetséget sem kötötték vér nélkül. Miután ugyanis Mózes a törvény minden parancsát fölolvasta az egész nép előtt, a bakok és borjak vérét vízzel keverte, aztán vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet e szavakkal. Ez a szövetség vére, melyet Isten veletek kötött. Ugyanúgy vért hintett a sátorra és az Isten tisztelet minden eszközére is. Sőt, a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. A mennyei dolgok előképeinek így kellett megtisztulniuk, de maguknak a mennyeieknek ennél kiválóbb áldozatokkal. Krisztus ugyanis nem kézzel emelt szentélybe lépett be, mely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt közben járjon értünk. És nem azért lépett be, hogy többször föláldozza magát, mint hogy a főpap minden évben belép a szentek szentjébe az idegen vérrel, különben a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Ő azonban most, az idők végén, egyszer s mindenkorra megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bűnt. Amint el van határozva, hogy az ember egyszer halljon meg, s utána az ítélet következzék, úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy elvegye soknak bűnét. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem hogy üdvözítse azokat, akik rá várnak. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11. versétől a 28. versig tartó szakaszt hallottuk. Ez a levél, a zsidókhoz írt levél nagyon gazdag szimbólumokban. Nagyon szoros kapcsolat van e levél és az egyes ószövetségi könyvek között. Ezt ebben a szentírási szakaszban is láthattuk, hiszen a levélnek a szerzője többször hivatkozik ószövetségi áldozatokra, ószövetségi szertartásokra, a szövetségkötésre. Mózes
amikor meghallgatta az Úr üzenetét, felolvasta az Úr szavát, és a nép miután meghallgatta az Úr üzenetét, rábízta magát az Úr szavára, és Isten szövetséget kötött az emberrel. Ezt a kivonulás könyvének 24. fejezetében olvashatjuk, és ezt a szövetséget vérrel pecsételték meg. Áldozati állatok vérével hintette meg az oltárt és a népet Mózes. Erre a nagyon fontos eseményre hivatkozik vissza ennek a szentírási szakasznak a szerzője. Mi a szószerinti üzenete ennek a levélnek? Mi a szószerinti üzenete ennek a szentírási szakasznak? Nézzünk meg néhány kifejezését ennek az epizódnak, hogy mit szeretne elmondani nekünk a levélnek az írója. Először is Jézus Krisztusról úgy beszél, mint főpapról. A pap áldozatot mutat be. Az ószövetségi papoknak a feladata az áldozat bemutatás volt. Ezekkel az áldozatokkal a hálájukat fejezték ki, ezekkel az áldozatokkal a bűnbánatukat fejezték ki, Isten iránti hódolatukat mutatták a zsidók. Amikor ennek a levélnek a szerzője Jézusról, mint főpapról beszél, akkor rámutat arra, hogy Jézus, aki közvetít Isten és az emberek között. Hiszen a papnak a feladata, hogy híd legyen, közvetítő Isten és az emberek között. Jézus Krisztus hidat épít Isten és az emberek között. Ő a főpap, ő az, aki összekapcsolja Istent az emberekkel. Jézus tehát jelképesen mondva főpap. De nem olyan értelemben főpap, mint az Ószövetségnek a főpapjai, Áron és az őt követő dinasztiának a főpapjai. Hiszen az ószövetségi főpapok, ahogy olvastuk, áldozatokat mutattak be, állatokat áldoztak föl. De ezeket az áldozatokat az ószövetségi főpapok a saját bűneik miatt is bemutatták, és a nép bűnei miatt is. Jézus viszont olyan főpap, aki nem állatokat áldoz fel, hanem önmaga lesz az áldozat. Jézus bűn nélküli. Jézus az ő áldozatát értünk hozza meg. Ő olyan főpap, aki nem csupán pap, hanem áldozat is, és oltár is. És olyan szép, ahogy itt, ebben a szentírási szakaszban ezt kifejti a levélnek a szerzője. Hogyan? Azt olvastuk a 11. versben, Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jelent meg, és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem-e világból való. A sátor az Ószövetség embere számára a találkozásnak a helyszíne. A szövetség sátora, a szövetség sátra, ahol Isten megmutatja magát Mózesnek, ahol Isten az ő dicsőségét feltárja az ő népének. A sátor szent hely, az Istennel való találkozásnak a helye. Jézus viszont nem kézzel épített sátorba lép be, hogy az áldozatát bemutassa. A János evangélium első fejezetében azt olvassuk, és az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Az eredeti szöveget úgy is lehetne fordítanunk, hogy és az ige hússá lett, és bennünk verte fel a sátrát. A sátor itt már kifejezi azt, hogy Isten fia emberré lett, közöttünk, bennünk van. Vagyis Jézus az áldozatát értünk mutatja be, nem messzi távolból, hanem úgy, hogy eljött közénk, velünk van. És itt a következő versekben, a 12. verstől a 14. versekig, a levélnek a szerzője rámutat arra, hogy nagy különbség van az ószövetségi áldozatok és Jézus Krisztus áldozata között. Minden évben a főpap
a jeruzsálemi templom legszentebb helyére, a szentek szentjébe bement, és ott áldozatot mutatott be a főpap a saját bűneiért és a nép bűneiért. Egyedül a zsidó főpap mehetett be a szentek szentjébe. Minden évben megismételte ezt a szertartást ezen az ünnepen. Ezzel párhuzamba állítja Jézust a levélnek a szerzője, de úgy, hogy rámutat arra, hogy Jézus sokkal több, mint az ószövetségi főpap. Hiszen míg az ószövetségi főpapoknak évről évre meg kellett ismételniük az áldozatot, úgy Jézus az ő áldozatával, kereszthalálával örök megváltást szerzett. Jézus áldozatát nem kell megismételni, Jézus áldozatát nem kell megújítani, Jézus áldozata egyszeri, örök érvényű, és megváltást szerzett mindenkinek. A 12. versben olvassuk ezt. Így tehát még világosabban kifejezi a szentírási szakasz szerzője a 14. versben, hogy az áldozat Krisztus vére maga. Vagyis Jézus nem áldozati állatokat áldoz fel, ahogy a zsidó főpapok tették, hanem Jézus önmagát adja áldozatul. Az ő vére kifejezi az ő életét, amelyet odaad értünk. A vér az életnek, a vér a reménynek, a vér a gyógyulásnak a szimbóluma. Krisztus vére. Milyen szép ez a kifejezés, amelyet megjelenik a zsidó levélben. Krisztus vére kifejezi azt, hogy ő önmagát adja értünk, minden emberért. Krisztus vére kifejezi, hogy Jézus Krisztus halála mindannyiunk üdvösségét szolgálja, mindannyiunk számára örök életet ad. Krisztus vére élet számunkra. Kifejezi az ő szeretetét, kifejezi irántunk hozott és irántunk tett áldozatát. Az áldozat kifejezés mellett egy fontos szó ebben a szentírási szakaszban a szövetség. A 15. verstől a 22. versig terjedő részben visszautal arra a szövetségre a szerző, amelyet Mózesen keresztül Isten kötött a népével, a zsidó néppel. A kivonulás könyvének 24. fejezetében olvassuk ezt. Ez a szövetség egy előkép volt. Előképe annak az örök szövetségnek, amelyet Isten Jézus Krisztus által, vagyis Isten fia által köt az emberekkel, köt velünk. Jézus Krisztus halála tehát nem csupán áldozat mindannyiunkért, nem csupán áldozat, amely által megtisztulunk a bűnöktől, hanem szövetségkötés is. Olyan szövetségkötés, amelyet Isten minden emberrel megkötött. Ez a szövetség kifejezi Isten barátságát. Ez a szövetség kifejezi azt, hogy Isten elköteleződik az ember mellett. Kifejezi azt, hogy Isten hűséges hozzánk. És ezt a szövetséget Jézus Krisztus az ő vérével pecsételte meg. Annak idején a hagyomány szerint őseink vérszerződéssel fejezték ki azt, hogy egy közösséget alkotnak, egy családot alkotnak. Ez szimbolizálta annak idején, hogy a magyarság egy néppé formálódik. A vér itt a Szentírásban a szövetségnek is a szimbóluma. A közösséget, az egységet fejezi ki. Milyen szép ez! Isten szövetséget kötött velünk, és ez a szövetség nem jár le, ez a szövetség örök érvényű, és ezt a szövetséget Jézus Krisztus az ő halálával és feltámadásával hozta létre, pecsételte meg. Ezt követően a 24. verstől azt olvassuk, hogy Jézus a mennyben, mint főpap, Isten színe előtt közben jár értünk. Az eredeti görög szöveg így fogalmaz, hogy Isten arca előtt, Isten színe előtt közben jár értünk. Milyen szép ez!
Jézus a főpap, aki vérét adta értünk, vagyis meghalt értünk, hogy nekünk életet, örök életet, bűnbocsánatot adjon. Jézus, akiben Isten örök szövetséget kötött velünk, vele, Istennel egy közösségben lehetünk, ez a Jézus közben jár értünk Istennél. Ferenc pápa az első János levélre hivatkozva azt mondja, Jézus, mint egy jó ügyvéd, közben jár értünk Istennél az Atyánál. Szót szól az érdekünkben. Jézus az Atyánál imádkozik értünk. Jézus megmutatja a mennyei Atyának az ő sebeit, amelyeket a kereszten kapott Jézus, és ezek a sebek emlékeztetik a mennyei Atyát arra, hogy Jézus minden emberért meghalt. Jézus közben jár értünk, Jézus támogat bennünket. Hogyan kapcsolódik ez a szentírási szakasz az eukarisztiához? A levélnek a szerzője fontosnak tartotta azt, hogy rámutasson arra, hogy az ószövetségi áldozatok is fontosak voltak. Az ószövetségi áldozatok előképei voltak Jézus Krisztus kereszt áldozatának. A levélnek a szerzője rámutat arra, hogy Jézus Krisztus beteljesítette az ószövetségi várakozásokat. A levél szerzője Jézusról jelképesen mondva, mint főpapról beszél, és azt a valóságot hangsúlyozza ezáltal a levélnek a szerzője, hogy Jézus beteljesítette az ószövetségi várakozásokat, de lényegi újdonságot is hozott. Vagyis ő már nem állatokat áldoz föl, hanem önmagát adja áldozatul. Az ő áldozata nem újból és újból megismétlendő áldozat, amely az ószövetségi áldozatokra volt jellemző, hanem Jézus egyszer halt meg a kereszten, és az ő halála, az ő áldozata örökérvényű. Minden embert megtisztított a bűntől, minden embernek az örök élet lehetőséget ajánlja. Mindenki számára a megváltást hozta Jézus Krisztus áldozata. Elmélkedésünkben ezt követően tűnődjünk el azon, hogy az eukarisztiához hogyan kapcsolódik ez a szentírási szakasz. Krisztus vére, olvastuk ebben a levél részletben. Az eukarisztia Jézus Krisztus teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt. Itt a zsidó levélben Krisztus vére kifejezi Krisztus személyét, az egész Jézus Krisztust. Az oltári szentségben az egész Jézussal találkozunk. Az ő teste és vére kifejezi azt, hogy Jézussal találkozunk, az ő személyével találkozunk az oltári szentségben, a szent áldozásban. A pécsi egyházmegye egy csodálatos zarándok helye, Báta, a szent vér kegyhely, eukarisztikus zarándok hely. Jézus szent vére emlékeztet arra a szeretetre, hogy ő önmagát adta értünk. És amikor az eukarisztiát ünnepeljük a szent misében, amikor szent áldozáshoz járulunk, amikor szentségimádáson veszünk részt, akkor jusson eszünkbe ez az örömhír, hogy Jézus az ő vérét, vagyis önmagát értem is adta. Értem is áldozatul ajánlotta föl önmagát, hogy engem is megtisztítson, nekem is bűnbocsánatot adjon. Jézus Krisztus vére az eukarisztiára utal, hiszen az eukarisztia Jézus Krisztus teste és vére, a kenyér és a bor színében. Továbbá az eukarisztia szövetség is, hiszen Jézus az utolsó vacsorán szövetséget, új szövetséget, örök szövetséget köt mindannyiunkkal. Az eukarisztia szövetségkötés tehát. A szent áldozás során, a szent mise ünneplése során megünnepeljük azt a csodálatos örömhírt, hogy Isten a mi szövetségesünk, hogy Istennel közösségben, barátságban vagyunk, és ő hűséges hozzánk. Krisztus vére
arra is emlékeztet bennünket, hogy ő velünk van, szövetséget kötött velünk. És végül az eukarisztia kifejezi azt, hogy Jézus, aki önmagát adta értünk, föláldozta magát értünk, hogy Jézus, akiben Isten szövetséget kötött velünk, imádkozik értünk, közben jár értünk. Az oltári szentségben, az eukarisztiában megtapasztaljuk azt, hogy azzal a Jézussal táplálkozunk, azzal a Jézussal találkozunk, aki közben jár értünk. És milyen szép erre gondolni, hogy imádkozunk egymásért. Mi imádkozunk egymásért itt a földön, imádkozunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, de a mennyországban Jézus imádkozik értünk az Atyánál. A mennyországban lévő megdicsült lelkek imádkoznak értünk is, és így az imádságban, a közbenjárás által együtt vagyunk. És ezt az egységet, ezt a közösséget megtapasztaljuk az oltári szentségben, megtapasztaljuk az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében. Amikor szentáldozáshoz járulunk, jusson eszünkbe az, hogy Jézus egyszer s mindenkorra feláldozta magát értünk. Az ő vére kifejezi az ő szeretetét, irántunk való szeretetét, kifejezi azt, hogy szövetséget kötött velünk, és mutatja azt, hogy nem hagyott magunkra, velünk van, imádkozik értünk. Arra bátorítom a kedves testvéreket, hogyha tehetik, zarándokoljanak el bátára, a Szentvér kegyhelyre. Olyan szép tapasztalat, amikor a körmenet során, a monstranciában Jézus szent testét visszük, az oltári szentség mutatóban, a monstranciában a szentostját láthatjuk, Jézus Krisztus szent testét, és mellette pedig a Szentvér erekjét, Krisztus vére és teste, Jézus személyét fejezi ki, hogy Jézus velünk van, együtt van velünk. A szemlélődésben, az elmélkedésben kérdezzük meg magunktól, hogy az eukarisztiában elgondolkoztam már azon, hogy a vér Jézus vére, Jézus szeretetét, Jézus irántam való szeretetét fejezi ki. Elgondolkoztam-e már azon, hogy a szentáldozás során az a szövetség erősödik, amelyet Isten Jézus Krisztusban kötött velünk. És eltűnődtem-e már azon, hogy Jézus imádkozik értünk, imádkozik értem is személyesen. Merítsünk ebből erőt. Jézus Krisztus vére legyen a mi örömünk, legyen a mi reményünk, mert Jézus vére kifejezi az ő szeretetét, kifejezi az ő barátságát irántunk. És ezzel a szentírási szakasznak az elemzésével végére értünk a Lectio Divina Eucharistica sorozatunknak. Ebben az évben a budapesti eukarisztikus kongresszusra készülve egy-egy szentírási szakaszt tanulmányoztunk, a Lectio Divina Eucharistica, vagyis a Lectio Divina a szentírás imádságos olvasásának módszerével. Azért, hogy egyre inkább elmélyüljünk az eukarisztia titkában, az eukarisztia misztériumában. Köszönöm, hogy együtt haladtunk ezen az úton, szemléljük az oltári szentségben valóságosan jelenlévő Jézust, csodáljuk őt, nyissuk ki a szívünket, és hagyjuk, hogy megérintsen bennünket. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak. Bízzuk rá magunkat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!